Csökkentek a húsárak, több termék is olcsóbb lett a húspultokon a tavalyi árhoz képest. Felújítás kezdődik, több mint 100 millió forintból szépül meg Pócs Petri polgármesteri hivatala. Korszerűsítés, két új panelműtőt alakítottak ki a Nyíregyházi Józsa András Stakkórház központi műtőjében. Csökkentek az árak a hústermékek nagy részénél. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a friss csirkehús egyes esetekben negyedével is olcsóbb lehet. A pulyka, a marha és a sertéshús ára is alacsonyabb a korábbinál, ez főleg annak köszönhető, hogy a takarmány költség is mérséklődött. Alacsonyabb árakkal találkozhatnak a vásárlók a húspultoknál. Az Agrárközgazdasági Intézet közlése szerint tavalyhoz képest a húsárak jelentős része csökkent. Ezt az ágazati szereplők is alátámasztják. Január és február elején a sertéshúsára beszerzési ára csökkent. Ez köszönhető annak, hogy a táptakarmánynak a ára lényegesen a másfél évvel ezelőttihez képest csökkent. Az energiaárak is jelentősen csökkentek, amikkel a hízzaldáknak meg a vágóhidaknak, és ennek a hatása most jelen pillanatban éred be. Már karácsonykor valamilyen szinten az ünnepekkor hiány alakul ki, akkor még nem volt érezhető, de január-február az egy gyengébb hónap, és itt érvényesült az, hogy csökkentek a előállítási költségek. Ennél a pultnál szinte minden sertéstermék ára 2000 forint alatt van, de olcsóbb lett a csirke és a pulykahús is. Észlelhetően a sertéshús ára az már csökkent, tehát a beszerzési ára az már csökkent. Nálunk is végső soron ilyen 2000 forint szint alá csökkent a eladási ára. Ez a baromfinál jelentőset a beszerzési ára még nem változott, ami valószínű, hogy ennél is érvényesülni fog. Ez a csökkenés ezelőtt egy olyan 4 hónappal jelentkezett, amikor mert a csirke jóval rövidebb idő alatt nő fel, és a takarmány ára akkor már érezhetően csökkentette a baromfinak az árát. A vásárlók véleménye megoszlik. Van, aki szerint még a mostani árak is magasak, és van, aki úgy látja, olcsóbbak a hústermékek. Elragadó ezek az árak, hát ez már az egekben vannak. Hát. De régen termettem én is, hogy tenyészettem sertést, egy néhány tyúkom van, most még 10 darab, de hát azok se tojnak. Most azt is tojást is venni kell. Ezek az árak van. Meggondolja az ember, mindent az élelmiszert a boltból kell venni. Érezhetően csökkentek az árak, valahol 1600-1700 a lapocka, itt 1700 évet van a főzőkolbász, nekem meg én meg vagyok elégedve, nekem jó. 999 év van csirkecomb. 999 év csirkecomb. Valahol 1500-1600 forint csirkecomb, itt 1600, vagy 1000 forint. Tojásáraknál vett észre változást pozitív irányban? Az is csökkent. 6-600 körül vannak, 10 darab, 660 font darabja. Nekem megfelel, jó. A tojás ára is jelentős különbségeket mutat. Van, ahol már tavaly év végén is 70 forintnál olcsóbb volt darabja. Van, ahol az elmúlt napokban csökkent 8 vagy akár 12 forint alatt tojás darabára. Gazda tüntetés lesz pénteken Záhonynál. Az Európai Bizottság előterjesztése szerint újabb egy évvel meghosszabbítanák az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatalát az Unióba. Az ellenőrizetlen minőségű termékek nem csak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében. Pénteken a záhonyi határátkelőnél traktoros felvonulással demonstrálnak majd az ukrán terménydömping ellen a magyar gazdák, a 4-es számú főúton az érintett térségben így forgalom korlátozásra és torlódásra lehet számítani. Állapot megóvás, korszerű fűtési megoldások, új nyilázárok, szigetelés. Hamarosan kezdődik a munka Pócs Petriben. 8 hónap alatt újítják fel a polgármesteri hivatal ikonikus épületét több mint 100 millió forintos Európai Uniós forrásból. Az Irinyi kúriát 5 évvel ezelőtt történelmi emlékhelyé nyilvánították.
Az 1905-ben épült neobarokk stílusú kúria a 60-as évektől a közszolgálja. Volt már óvoda és könyvtár is, a rendszerváltást követően pedig hivatali épület. Az ingatlan legutolsó átfogó külső és belső renoválása több mint 30 éve volt. A 2024-es évben kicsit több mint 104 millió forintos pályázati támogatással történik meg az emlékhely felújítása, energetikai korszerűsítése. Az épület kap egy külső szigetelést, egy újfajta szigetelést, ami átlátszós 2-3 mm vastagságon, ugyanazokat az amplitudókat tudja, amit egy 15-20 centis másfajta szigetelőanyag. A nyilázárók lesznek kicserélve, a gépészet, vízvezeték, fűtés, belső munkálatok lesznek, és a külső homlokzatot szeretnénk ugyanolyan állapotban, mint az valamikor eredeti formában, azt megépítették itt a falu központjában, ezt szépen felújítani. A közbeszerzés megtörtént, és napokon belül megkezdődik a felújítás. A kivitelezésre 8 hónap áll rendelkezésre. A település vezetése továbbra is azon dolgozik, hogy az itt lakók számára Pócs Petri egy élhető, komfortos kis település legyen. Nagyon nagy terveink vannak folyamatosan. Meg tudtuk újítani már a általános iskolánkat, a orvosi rendelőt, az óvodát, a gondozási központot, és nagyon el voltunk maradva a önkormányzati útjainkkal. A önkormányzati útjainknak egy kb. 50%-a volt ezelőtt 10 évvel szilárd burkolatú, ezeket is 90%-ba meg tudtuk csinálni. Nagyon nagy szükség van a településnek még legalább 3 ilyen utat, amit szeretnénk teljes egészében felújítani, illetve elkészíteni, illetve olyan közösségi terek kialakítására lenne szükség még a településen, ahol az ifjúság, a fiatalság, a középkorosztály és az idősebbek is tudnak kikapcsolódni. A felújítás során az 5 évvel ezelőtt történelmi emlékhelyén nyilvánított hivatali épület akadálymentesítése is megvalósul. Két új panelműtőt alakítottak ki a Nyíregyházi József András Takkórház központi műtőjében. A műtőt zárt panelrendszer határolja, amely mögé elhelyezhető az üzemeltetéshez szükséges technológiai háttér. A beruházással javult a betegbiztonság és nőtt az intézmény járványhelyzet kezelésre való felkészültsége és felszereltsége. Így néz ki egy műtő belülről. Ez a műtő mégis picit más, mint a többi, ez ugyanis egy panelműtő. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tavaly indított programjának köszönhetően két rés- és rozsdamentes alapanyagú fa burkolattal ellátott zárt panel szerkezetű műtőt alakítottak ki a Nyíregyházi központi műtőben. Az országban 6 helyen, Budapesten 2 helyen és 4 vidéki kórházban kerültek és kerülnek kialakításra speciális panelműtők. Nagy örömünkre szolgál, hogy két ilyen műtő Nyíregyházán került kialakításra, és most lényegében ezeknek a műtőknek az átadásán veszünk részt. Ugye ez előzetes felmérés követően a szakmával egyeztetve a központi műtőben jelöltünk ki két műtőt, ami a két legforgalmasabb, legnagyobb esetszámot lebonyolítói műtőink közé tartozik, és itt zajlottak az események, amelynek keretében teljes átalakítás zajlott. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg falig lebontásra kerültek a műtők, és immár ezzel az új modern panel technikával nagyon szép környezetben épültek újjá, teljes felszereltséggel ezek a műtők. A József András Takkórházban 12 műtő áll az orvosok és a betegek rendelkezésére. A két új panelműtő minden szempontból megfelel a kor elvárásainak. Tudni kell erről a két kiválasztott műtőről, amit most felújítottak, hogy az egyik műtő a régió, illetve országos szinten is részt vesz a daganatos betegek ellátásában, a másik felújított műtő pedig az akut ellátásban vesz részt. Amikor éppen akut esetellátás nem történik, olyankor az itt dolgozó műtétes szakmák használhatják rövidebb elektív műtétekre. Tehát ha ezt átgondoljuk, akkor jól látható, hogy az itt ülő betegeknek egy igen jelentős részét érinti majd, és tudjuk majd ellátni ezekben a műtőkben, és ez nagyon fontos számunkra. Az átadást követően elvégzik a kötelező sterilizálást és a protokoll által előírt szükséges előkészületeket, aztán üzembe is helyezik a két új műtőt. Nyíregyháza mellett Budapesten a Honvéd Kórházban és Békés Csabán alakítottak ki még két-két panelműtőt.
Civil díjak, nemzeti együttműködési alap, elektori választás és civil véradás. Ezekről a témákról tartott sajtótájékoztatót Kis András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil közösségi szolgáltató központ igazgatója. Február 1-e a civilek napja Magyarországon. A civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte jobbá teheti az élet számos területét. Az emléknap alkalmából február 10-én díjakat adnak majd át. A korábbi évek hagyományainak megfelelően az idén is három személy kiemelkedő munkáját ismerik el. Jackovicsné Csomó Enikő, Rózsa Zoltán és Dobsa István részesülnek majd az elismerésben, mondta el Kis András. Én azt gondolom, hogy három olyan személy, aki nagyon megérdemli, és aki példa lehet azon közösségi vezetők számára, akik szintén a helyi közösségeket szeretnék segíteni, és én biztatok mindenkit, hogy merjen 2025-ben is, 26-ban is majd jelölni, hiszen ez egy hagyományteremtő szándékkal már évek óta lévő díjunk. A sajtótájékoztatón elhangzott, februárban 10. alkalommal rendezik meg a civil véradást. Február 20-án Kisvárdán, 21-én Nyíregyházán, 22-én pedig Mátészalkán várják majd a véradókat. A hónap végén lesz a Nemzeti Együttműködési Alap elektori választása. A civil szervezetek delegáltjai, az elektorok személyesen és levélben is leadhatják majd szavazataikat a tanács, illetve a kollégiumok 3-3 tagjára. Több mint 350 civil szervezet regisztrált. Ez azt mutatja, hogy ebben a megyében egy olyan erős civil szektor működik, akik szeretnének beleszólni abba, hogy a civil világ, a Nemzeti Együttműködési Alap milyen irányba megy tovább, kik vannak a kuratóriumban, és ők ezáltal, hogy regisztráltak, levélben vagy személyesen mindenki, amit kiválasztott a regisztráció során, fog tudni szavazni. Az eseményekről és a tervezett programokról a szervezet internetes oldalán találnak bővebb információt az érdeklődők. Pénteken premier lesz a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. A társulat a Szépség és a Szörnyetek című mesejátékot mutatja be Halasi Dániel rendezésében. A két főszerepet Kis Eszter Júlia és Gulácsi Tamás alakítja. Megjöttem! Önszántából? Egyedül? Hiszen tudja! Tudom. Mire vár? Végezzen velem! Készen állok! Itt van ez a kastélyban! Ne próbáljon meg elszökni! Haszontalan kísérlet lenne! Ne nézzen hátra! A Szépség és a Szörnyeteg az első olyan animációs film, amelyet Oscar-díjra jelöltek a legjobb film kategóriájában, és 5 Grammy-díjat is kapott. A filmből készült családi musical több mint 25 éve hódít az egész világon, és 2005-ös bemutatója óta töretlen népszerűségnek örvend Magyarországon is. Mostantól a nyíregyházi közönség is tapsolhat Bellának. Halasi Dániel korábban is rendezett már Nyíregyházán felnőtteknek és gyerekeknek szóló előadásokat egyaránt. A rendező úgy véli, a zenés mesejáték nem csak a gyerekeknek, hanem szüleiknek is számos fontos dolgot tanít meg. Szerinte a mesék mindig hordoznak egy-egy olyan alapigazságot, amire minden korosztálynak szüksége van. Ami elromlik, az megjavítható, és ami csúnya, az megszépíthető. És hogy igenis érdemes bizonyos dolgokért áldozatot hozni, és hogy a félelmünkön úrrá lenni, az is egy nagyon nagy erény tud lenni. A Szépség szerepét Kis Eszter Júlia, a Szörnyetegét pedig Gulácsi Tamás alakítja az előadásban. Gulácsi Tamás ritkán játszik gyerekelőadásokban, de a Szörnyeteg karaktere nagyon közel került hozzá. Megszerettem nagyon, és játszani is valószínűleg szeretni fogom. Sokszor úgy érzem magam tényleg, mintha egy animében vagy egy rajzfilmben lennék, és az összes ilyen élményemet bele tudom tenni. És most azért hát tényleg el lehet bújni egy maszk mögé teljesen, és egy teljesen másféle karaktert tudok hozni. Az előadás további szerepeit Jenei Judit, Bach Zsófia, Urmai Gábor és Kovács Balázs játsszák. A zenés mesejátékot február 9-től láthatja a közönség.
Idei második bajnoki mérkőzésén is vereséget szenvedett a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NB1 19. fordulójában a Fehérvár FC-t fogadta, és a vendégek 2-1-es győzelemmel távoztak a Várkerti stadionból. A tabella utolsó helyén álló Kisvárda szombaton 12 óra 30-as kezdettel hazai környezetben a Puskás Akadémia ellen lép pályára. A tabella 5. helyén fejezte be az Extra Liga alapszakaszát a Fátum Nyíregyháza. A legjobb négy közé jutásért a székesfehérvári MÁV Előre ellen játszanak majd a nyíregyháziak, előtte azonban a Magyar Kupa elődöntőjének első meccsén pénteken 18 órától a Békés Csaba ellen lép pályára a Continental Arénában Adrián Csilinszky együttese. A MÁV Előre elleni hazai mérkőzéssel fejezte be az alapszakaszt a nyíregyházi együttes. Bár a házigazda 2-0-ás hátrányba került, fordítani tudott, és 3-2-re megnyerte a találkozót. Az alapszakaszt a Vasas Óbuda nyerte veretlenül 14 győzelemmel. A 3-9-5-ös méleggel záró csapat mögött a nyíregyháziak 7 győzelemmel és 7 vereséggel 5-ként végeztek. Nálunk azt kell, hogy mondjam, jól sült el az edzőváltás, hiszen nagyon fontos mérkőzéseket sikerült behúzni, viszont voltak mellette vereségek is. Egészen a két fordulóval a vége előtt még nem volt biztos, hogy a 3., 4., 5. hely közül melyik lehet a miénk, így már az utolsó fordulóban biztos volt, hogy az 5. helyen végzünk, de még egyszer mondom, annyira sűrű a mezőny, hogy én azt gondolom, hogy a 2., 3., 4. és 5. csapat közel hasonló erősségű, viszont komoly lélektani előny az, hogy megvertük pont azt a MÁV Előrét, akivel fogunk játszani a playoffban. Általában a playoffokban a 4. és az 5. hasonló játékerőt képvisel. Náluk van a pálya előny, viszont nálunk van a lélektani előny, hiszen egy 0-2-es vesztett mérkőzést hoztunk vissza 3-2-re, még ha ez már a vége számolásnál sokat nem nyomott alatba. Még egyszer mondom, nagyon hasonló játékerőt képvisel, talán a pillanatnyi forma a napi teljesítmény fog dönteni, de nem lehet más a célunk, mint átverekedni magunkat a MÁV Előrén és a legjobb négybe jutni. A Magyar Kupában már a legjobb négy között vannak a nyíregyháziak. A döntőbe jutásért a Békés Csaba lett Adrián Csilinszky együttesének ellenfele. A Békés Csaba ellen ugye jól jöttünk ki az alapszakasz során, de ez egy kupa mérkőzés lesz, egy oravisszavágós párharc, ugye itt a kupa elődöntőt előre úgymond lejátszák a csapatok. Hazai pályán kezdünk, ez lehet előny és hátrány is, de talán a forma egy picit mellettünk szól, illetve a hazai pálya előnye is itt van, úgyhogy szeretnénk egy magabiztos győzelmet, de leginkább egy győzelmet aratni, hogy úgy tudjunk visszamenni Békés Csabára, hogy ki tudjuk vinni a továbbjutást, és akár kupa döntőt is tudjunk játszani. Az biztos, hogy a Békés Csaba ellen nem játszott László Alexandra, akit a MÁV Előre elleni meccsen le kellett cserélni, és mint kiderült, fáradásos törés szenvedett a lábfejében. Ugye a sérüléseket nem lehet kiszámítani, sajnos ez pont akkor jött, amikor már a játékos igazolási határidő lejárt. Van viszont egy úgynevezett medical joker lehetőség, ami az adott esetben a sérült játékos pótlására lehetőséget biztosít a csapatoknak, viszont miután magyar játékosról beszélünk, ezért a magyar piacon ilyenkor igazolni majdhogy nem lehetetlen. Ettől függetlenül felvettük a csapatok képviselőivel, illetve a játékos ügynökökkel a kapcsolatot, és megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ha találunk olyat, aki érdemben tudja pótolni Sasit, akkor fogunk. Ha nem, akkor a saját utánpótlásunkból és a saját játékosainkból próbáljuk házon belül megoldani. A Fátum Nyíregyháza Békés Csaba Magyar Kupa elődöntő első mérkőzését pénteken 18 órai kezdettel játsszák a Continental Arénában. A visszavágót jövő szerdán rendezik. A másik ágon a Vasas Óbuda és a Kaposvár küzd a döntőbe jutásért. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Csökkentek az árak a hústermékek nagy részénél. Az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint a friss csirkehús egyes esetekben negyedével is olcsóbb lehet. A pulyka, a marha és a sertéshús ára is alacsonyabb a korábbinál, ez főleg annak köszönhető, hogy a takarmány költség is mérséklődött. Állapot megóvás, korszerű fűtési megoldások, új nyilászárok, szigetelés. Hamarosan kezdődik a munka Pócs Petriben. 8 hónap alatt újítják fel a polgármesteri hivatal ikonikus épületét több mint 100 millió forintos Európai Uniós forrásból. Az Irinyi kúriát 5 évvel ezelőtt történelmi emlékhelyé nyilvánították. Két új panelműtőt alakítottak ki a Nyíregyházi József András Takkórház központi műtőjében. A műtőt zárt panelrendszer határolja, amely mögé elhelyezhető az üzemeltetéshez szükséges technológiai háttér. A beruházással javult a betegbiztonság és nőtt az intézmény járványhelyzet kezelésre való felkészültsége és felszereltsége.
Február 8-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés friss információkkal, pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pinteken erősen felhős időben lesz részünk, csak átmeneti jelleggel vékonyodhat el a felhőzet és süthet ki a nap. Az északkeleti tájakon gyenge esőre számíthatunk. A délnyugati szelet több helyen kísérik erős lökések. Napközben 11-13 fokig melegszik fel a levegő.